Idén is Horvátország a legnépszerűbb a magyarok körében, ha külföldi nyaralásról van szó. A nyári szabadságok általában egy-két hetesek, és ilyen hosszabb időtartam alatt olcsóbb egy külföldi vakáció, mint egy belföldi pihenés. Míg egy buszos görögországi 10 napos kirándulás már akár 40 ezer forintért is elérhető, van olyan hazai szállás, ahol egy éjszaka kerül ennyibe. Az árak különbségei nem csak az utazás költségei produkálják, hanem a helyi árak is. Addig, míg a görög tengerparton ugye filléreket lehet hozzájutni az ételhez, illetve az oda való lejutás is, és az ottani szállások is nem tartalmaznak olyan magas költséghányadot, mint itt a belföldi nyaralás, ezért szerintem ez még sokáig nem fog megfordulni ez a tendencia, tehát el kell mondani, hogy valóban a belföldi nyaralás az már nem olcsó a magyar emberek számára. Évek óta tendencia, hogy a horvát tengerpart mellett a görög, török és egyiptomi nyaralókat választják a magyarok pihenésre. Ha valaki mégis hazai vakációt tervez, a Balaton környéke a legkedveltebb. Ezeknek a szállásoknak a többsége csak időszakosan üzemel, ezért a tulajdonosuknak pár hónap alatt kell kitermelni az egész évre elegendő bevételt. Azért tudjuk nagyon jól, hogy ha megnézzük az adópolitikát, azért itthon milyen áfákról beszélünk, ugye, tehát a forgalmi adó az nálunk ugye 27%-os, 18%-os, 5%-os, ugye attól függ, hogy hol mi van, ehhez jönnek az éttermi fogyasztások is, helyben eszünk, elviszünk, tehát ott is 18-27%-os kulcsokat találunk, és addig még megnézzük ugyanezeket külföldön, ott lényegesen alacsonyabb díjtételekkel dolgoznak, tehát ugye, nem mindegy, hogy ugye az, amit kitermel ugye a szállásadó, abból mennyit kell neki még az állam számára befizetni. Ezért van az, hogy külföldön, mivel nagyon sok helyen alacsony díjtétellel, illetve nagyon sok helyen 0%-kal dolgoznak, ezért lényegesen kedvezőbb árakat lehet biztosítani. Ez nem csak a turizmusra igaz, hanem minden ágazatra. Egy felmérés szerint a nyári vakációt kihagyók 60%-a pénzhiány miatt nem megy idén nyaralni.